És még nem igazán értettem hozzá. Most meg mi folyt? Feltenni a kérdést. Ahogyan én teszem, oly kifinomultan.
Ismerem az antropikus elvet. Hogy ne? Most magyaráztam el. Tehát, mi a vég? Már csak, miért gondolod, hogy ő ismeri, ha én nem? Rend, ne kezdjük el magunk alatt vágni a fát, rendben? Fiúk, ha este ráérztek, tudok egy spáról, ahol halakkal teli medencébe kell lógatnod a lábad, és a halak leszik a halak bőrödet. Mondanom sem kell, Los Angelesben egész évben hordhat szandált. Ma este Pennyben leszek. Oké. Ketten maradtunk Sheldon. Uszi csupát, mit helyest a patánkra. Mint korábban említettem, az egyetlen tengeri lény, amitől elfogadnám, hogy megrágjon, az a Kraken. Utoljára ezt hallanám. Elestétek el a Krakent! Nem tudom megunni. Elestétek el a Krakent! Egyébként Évivel vacsorázom. Oké, akkor egyedül megyek. Ami jó kis, egyedül eszem, egyedül alszom, egyedül sínok. Csúcs! Na hát, ha nem lenne dolgod, meghívnálak. Tényleg, mehetek, kösz! Sheldon, most meghívod Rácsot a randira Évivel? Természetesen. Szerződésbe foglalt kötelességem beszélgetéssel és fizikai kontaktussal szórakoztatni Évit. De semmi nem tiltja, hogy kiadjam a munkát egy indiainak. Feleségem, látsz engem? Látom, ez fantasztikus. Sokkal jobb, mint ahogy elképzeltem. Kinézek az ablakon, és az egész olyan hihetetlen. Jó neked. Volt egy végtelen vacsorám anyukáddal. Ó, igen, ez remek. Tiszta őrület! Ennek milyen ócsú a jafan? Ennek milyen ócsú? Hogy meséljek valamit, amit itt fent tanultam meg? Az ember rájön, milyen aprók a problémái, amikor az űrből nézve rájuk. Ugyan már muszáj, hogy ezt segítsek. Nincs benne. Azóta csinálja, mióta itt van. Sheldon, ez nagyon romantikus. Örülök, hogy tetszik. Rács választotta. Ha találkoztok, üzenem, hogy köszi. Megmondhatod neki. Juhú, itt vagyok. Én ezt nem értem, mit kereső itt? Én hívtam meg. A randinkra? Sheldon, azt nem lehet. De igen, van egy kiskapu a kapcsolati szerződésben. Találtál egy kiskaput? Bocs, hogy nélkületek kezdtem, de kicsit izgulok. Régen voltam randin utoljára. És ezért szőkítettem ki a pajszamat. Nagyon köszönöm, volt akciós a pajesz szőkítés. Na, ez egy remek ötlet. Be is teszek valami zenét. Egy család hiába van egyben. Nem rossz, ezt éreztem. Hívd fel az apádat. Apa, anya keres. Mondd, hogy szólj az ott. Mondok, én készítem. Ez az igazi cég. Igazi mexikai cég. Floridában születem, de köszönöm. Jó, hogy megvonossam. Majd valami orvosi. 20 köbcentint gyorsan. Modern család, holnap este 9-től a Comedy Centralon. Ez most... Nem hiszem, hogy számít, és most már logikus vagyok. Oh, hagyd már abba, látom, hogy sétálnak mögötted. Ő már tudja. És már ő is ismeri a legnagyobb szépség titkot.
Az új kolgéthexpertál segít visszafordítani, még az élet során kialakult minden felszíneződéseket is. A ragyogóan fehér mosoly pedig mindenkit azonnal lenyűgöz. Új kolgéthexpertál, ismerd meg a titkot te is. Hogy mi a friss munkája? Hát igen, az sokan félrejelentik. Mert hát frissességet bizony. Elég sokféleképpen lehet előnézni. De a frissebb munkájával az eredmény az igazán érdekes. Az, hogy legjobb hús üzemünk, csak is a legfrissebb húsokkal készül a délszezonra. Már a több mint 30 féle grillhúsunk várja, hogy a kerti partik legnépszerűbb kellékévé váljak. És erre én, a frissőr vagyok a garancia. Frissesség, minőség, kedvező ár. 1 kiló Regnum vadmás sertést adja, csak 1590 forint. 10 deka sonkás sajtos grillkolbász, csak 129 forint. Az új fütyülős pisztáciás makaron arra vár, hogy felfedezd. Fütyülős, és szívesen. Megkérdeztem a fogorvosomtól, hogy az elektromos fogkefe jobban tisztít a manuálisnál. Azt mondta, hogy igen, de olyat keresek, amelyet fogorvosokkal fejlesztettek, és kör alakú a feje. Legyen szakértő az Oral-B-vel. A szögletes manuális fogkefékkel szemben az Oral-B keretfeje a fogakat körbevéve fellazítja a lepedéket, és forgó mozgással eltávolítja. Legyen szakértő a fogmosásban. Nem, ennél az ügyen nem indítottam. Már régóta úgy voltam. Ennél volt így, és azt mondja, ingyen megvédem, és na. Régóta úgy volt már. Ennél volt, csak így szerintem. Ici. Ici. Mindjárt megnézem. Tizenkét perc. Hát a baj, leesküsz. Mi rányzottad meg? Ja, mert igazítottam ezt a nyavaját. Na, elefántunk is van. Látod. Van kutyánk, van elefántunk, van hiszt is, van. Na, tudod, van itt mindegy. Mit a baj, ezt rosszul csináltam egyébként. Mert valahogy máshogy csavarta be, és nem jött volna szintén. Lefogás. Beletette a kezét. Ah, hiszenkém, Emma, drágám! Vagy odettem. Beletette a képbe. Olyan, de Emma vagyok. Csak a tűnő. Ne! Ezt nem tudom.
Szóval hol tart most a kapcsolatunk? Akkor meccsezzünk, köszönöm. Csak minél tovább várunk vele, annál rosszabb lesz. Drágám, lehetek most a én ruhány?